Műsorunk támogatói: Ebel Tervező Iroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépkép Kft. Köszöntöm nézőinket, önök a Foci és Sport című műsorunkat látják. Ma két témával fogunk foglalkozni, mind a kettőt külső helyszínen forgattuk. Az első egy ötös születésnap, amelyet a Fradi Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület rendezvénytermében forgattunk. A másik pedig Kocsis Sándor 90. születésnapja kapcsán a Gruppama Arénában, hiszen a Kocsis 90 emléktorna, illetve emlékműsort megrendezésre került a Gruppamában. Van egy könyv is a kezembe, erről is szó lesz majd, tartsanak most is velünk. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, összejöttünk. Mindig nagyon jó érzés ilyen baráti körben lenni, és úgy, hogy mindenkivel meg tud osztani egy anekdótát, mert nagyon fontos. Sokan vannak, úgyhogy előre nem szólítok meg senkit, majd mindig csak részletesen, de minden esetre a jelenlévőket nagy szeretettel üdvözlöm, senkit nem akarok kiemelni és kihagyni, mert mindannyian itt egyenrangúak vagyunk. Van, aki azért, mert fantasztikus dolgokat tett le sportolóként, van, aki fantasztikus dolgokat tett le sportszeretőként, és amellett azok, akik itt a baráti társaságban jól érzik magukat. Sokan vannak, úgyhogy külön-külön akkor kezdjük el. Első ünnepeltünk, Martos Győzővel szeretnénk kezdeni. Nagyon szépen köszönöm. Győző, még egyszer Isten éltessen sokáig. Köszönöm. A hetvenkedőknek a csoportjában. De azt kell mondanom, hogy Martos Győző már fiatal korában, függetlenül attól, hogy hány éves volt, olyan fantasztikus dolgokat tett a pályán, mondhatnunk azt is, hogy 70-kedett már akkor is, amikor még nem érted el a 70 éves kort. Én azt hiszem, hogy aki nem ismeri Martos Győzőt, az nincs is itt. Minden vonalon, nem csak a pályafutása során, nem csak abban a csapatban, akikkel együtt játszott, hanem utána még nem hagyta abba, hanem tovább is mindenképpen erősítette a labdarúgás hírnevét, akár a Ferencvárosban, a Ferencvároson kívül, de a szíve mindig dobogott, és zöld-fehér vér csöpögött belőle. Ha csöpögött, de ha nem, akkor földolgozódott. Úgyhogy fantasztikus élményeim voltak. Én azt hiszem, hogy a hazai mérkőzések 90%-ában láttalak játszani. Csodálatos élmények maradtak még bennem, Győző játéka következtében, és aztán utána pedig, amikor már az öregfiúk csapatában játszott, sőt az öregfiúkat menedzselte nagyon sokáig, akkor sokszor együtt voltunk, és szerveztünk olyan utazásokat, olyan élményeket, amit nagyon kevesen tudhatnak magukévá, és erre nagyon büszke vagyok, hogy veled lehettem együtt. És köszönjük szépen, és még egyszer Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. És légy olyan kedves, egy pár mondatot a jelenlévőknek. Én már tudom, de te még nem tudod, hogy milyen érzés 70 évesnek lenni. Úgyhogy légy olyan kedves, 72 egy kicsit a jelenlévőknek. Igazából ez a 70 éve,
ez a 70 éves kor, hát az ember belegondol, nagyon soknak tűnik. Viszont, hogy az ember már megélte ezt a 70-et, akkor viszont nagyon rövidnek tűnik az egész, szinte egy pillanatnak, úgyhogy egy kettős érzés van az emberben ilyenkor, hogy most mennyire legyek boldog, vagy egyáltalán legyek elkeseredett. Ez a két variáció van. Minden esetre úgy érzem, hogy egyelőre különösebben egészségügyi problémáim nincsenek, úgyhogy élem az életemet, és köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám. Mi köszönjük, hogy gondolhattunk rád, és együtt lehetünk velük, és az Isten értessen nagyon-nagyon sokáig. Köszönjük szépen. Most akkor következőben egy elmaradásunkat szeretnénk pótolni. Az elmaradás az egy Wismajor következtében alakult ki. Itt van velünk, múltkor is itt lett volna, de nem tudott eljönni, Vépi Péter. Petikém, Isten értesen sokáig, te is megérted azt a kort, amiért köszöntünk téged. Fantasztikus volt a te teljesítményed is, és azt hiszem, hogy méltó örököse voltál a nagy elődöknek, akik akár azon a poszton játszottak, ahol te, akár pedig más poszton, de mindenképpen tovább vitted azt a legendát a fradi szívedből kifejezve, ami gyakorlatilag sok mindenkire jellemző. Nagyon köszönjük, hogy amikor tudsz, itt vagy a körünkben, mert tényleg nagyon szeretünk együtt lenni, és örülünk, hogy pótolhattuk azt, ami legutóbb elmaradt, amint említettem, a Wismajor miatt. Úgyhogy engedd meg, hogy születésnapod alkalmából nagyon-nagyon sok szeretettel gratuláljunk, jó Isten értesen sokáig. Köszönöm. Egészségben. Szeret. És akkor a fegyverhordozom ceremóniamester átadja neked a... Petikém, te is egy pár mondattal azért mondd meg, hogy te hogy érzed magad ebben a... Köszönöm szépen, most ebben már a korban és a körünkben. Én örülök, hogy itt lehetek veletek. Valóban egy kis mixer jött közben az, hogy engem időben tudjatok ünnepelni, ha akartatok, honnan akartatok ezek szerint. Most már azért remélem, látom a jövőt, a jelent, úgyhogy erről ennyit. És köszönöm, hogy köszöntöttetek. Örömmel, megtiszteltetés volt számunkra, hogy köszönthettünk. És még egyszer minden jót, és Isten éltessen. És akkor következik Branikovics László. Lacikám. Légy szíves, fogadd őszinte jó kívánságainkat, mindamellett, hogy fantasztikus volt az, ami történt a pályán, amikor ott voltál. Nagyon-nagyon sok emlékezetes mérkőzésen voltam én is ott, amikor ott lehettél, és hát most ez nem tudom, hogy neked hogy esik, hogy nem esik, de mindenki úgy érezte, hogy gyakorlatilag egy újabb Albert Flórián jelenik meg a gyepen. A mozgásod, a mozgás kultúrád és egyéb, az mindenképpen hasonlított a császáréra, és amellett pedig hasonló módon közlekedtél a pályán, ha szabad így mondani. Ezt egyébként nem csak én mondom most, de azt hiszem sokan egyet érdenek vele. Ugyanakkor azok a sikerek, amiket elértél, az a fantasztikus, amikor gyakorlatilag a egy góloddal sikerült egy olyan fantasztikus mérkőzést zárnunk, amikor te voltál ott a főszereplő. Ugyanakkor pontosan emlékszem arra, amikor havas pályán kellett játszani, és a hóban ott is elboldogultál a labdával. Amellett egy olyan játékos egyéniség voltál, ami nem csak az idősebbeknek, hanem a fiataloknak is egy, hogy mondjam neked, egy értékmérő, és mindenképpen egy nagyon-nagyon szép emlék, amit töltöttél a pályán, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk, és együtt ünnepelhetjük a születésnapodat. Úgyhogy Isten éltessen sokáig még egyszer. Köszönöm szépen. És egy pár mondatot légy olyan kedves te is.
Mind a kettőt? Hát így mind a kettőt, de én is foghatom a gondolat. Jó, fogom. Sok szeretettel köszöntök benneteket, hogy eljöttetek a mai napra és megtisztelt minket. Én 1962-ben kerültem a Ferencvároshoz, 67-ben az első csapat keretébe, egy álom csapatba kerültem be, nem is kell mondanom nektek, hogy milyen, kik alkották ezt a csapatot, és 76-ban pedig elsodort a szél a Ferencvárostól, az ismert dolgok tekintetében, hogy ez hogy történt, ezt most nem nevesítem meg, és utána 3 évig még játszottam, és abbahagytam a labdarúgást, a gazdasági élet területén helyezkedtem el. Egy jó ideig a Ferencváros nem gondolt rám, meg ránk. El kellett következni a új stadion avatásának, amikor újra előkerült a nevünk, és újra meghívottak lettünk. Én külön köszönöm Takács úrnak, a Fradi hagyományőrnek, Nagy Béla körnek, hogy sokszor ők gondoltak ránk, és ők hívtak meg különböző alkalmakkor. És csak azt tudom mondani, akinek nincs múltja, a jövőjét nem érdemli. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Laci, teljesen. És akkor fogad. Teljesen egyetértünk veled a végszóval, zárszóval, és amíg lehet, addig mindig együtt vagyunk, és a legfőbb értékünk a múlt. És a múlt alapja a jelennek, és a jövőnek is. Így együtt dobog a szívünk. Köszönöm szépen. Jó. Most ezek után megszólítjuk, bár kettő között vagyunk, nem kettőnk között, de kettő között, Szepesi Lászlót, akit még korai ugyan, nem tudom, hogy mindenki szereti vagy nem szereti, de köszöntünk most is, köszöntünk a születésnapot után is. Tessék? 21-én lesz. Van, aki nem szereti, mert még arrébb van, de minden esetre megelőlegezve azt, hogy itt vagy a körünkben, elfogadtad a meghívást, nagy szeretettel üdvözlünk téged. Igazán azt a jó barátságot, amit hát hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ápolunk, amit együtt tettünk, az mindenféleképpen olyan, ami kitörölhetetlen az életünkből. Nyilvánvalóan, hogyha szilveszterkor találkozunk, akkor már utólag is köszönhetünk, de most egyelőre előre, aztán utólag, a kettő között vagyunk, és hadd emlékezzek egy olyan közös élményünkre, ami tényleg egy fantasztikum volt, amellett, hogy tényleg nagyon-nagyon sok élményünk volt, de amikor Hawaii-ban kint voltunk azon a túrán, ahol nekem adatott meg a sors által, hogy Hawaii szigetén az első magyar labdaérintés az enyém volt, de csupán az, mert utána ott álltatok mellettem, Szőke Lacival együtt, ott volt a belső hármasunk, én lepasszoltam a labdát, és természetesen ti tovább vittétek a mérkőzéseket. És akkor szeretnénk köszönteni téged előlegezetten, és majd utólag is a születésnapod alkalmával. Jó? Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm. És akkor egy pár mondatot légyél kedves te is, ha így tudod tartani, vagy fogjam azt. Igen, nem, ez megvan. Tudod, az a lényeg. Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, és életem végéig mindig büszke leszek, hogy egyáltalán a Ferencvárosi mezét fölvehettem. Sok társam szerint szerény képességem ellenére. De hát az az őszinte ember, aki őszinte, de azért sosem bántam meg, engem a Novák Dezső csábított dunajvárosi sikereim után a Ferencvároshoz, és tényleg olyan élményekben lett részem, és örök barátságokat és örök ellenségeket is szereztem. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, gratulálok a sorstársaimnak, aki pedig ezt még nem élte meg, azt ösztönzök arra, hogy élje meg, és aki már megélte, az megpróbáljuk utolérni, úgyhogy... Köszönjük szépen, köszönöm szépen a meghívást.
következik az ünnepeltek sorában Vakuja László. Lacikám, légy olyan kedves! Háromnegyed százados lettél, ami nem mindegy, ugye egy ember életében, és ezt a háromnegyed századot azt lehet mondani, hogy talán a pólyáskorod kivételével a Ferencvárossal töltötted, a ferencvárosi legendákkal, a fantasztikus egyéniségekkel, és ma is még mindig, hogyha bárkivel találkozol, aki igazi fradista, akkor megdobban a szíved, és teljes életedet szinte arra áldoztad, hogy mindenkivel jó barátságban legyél, és mindenkinek tudjál segíteni. Úgyhogy ezért köszöntünk téged, köszöntünk, hogy mindig együtt lehetünk, és egy olyan kitüntetést is kapsz az ajándékok mellett, hogy eddig ugye az volt a neved, hogy hatalmas Vakuja. Most ezek után az lesz, hogy még hatalmasabb Vakuja a háromnegyed évszázad tükrében. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Köszönöm. És akkor ott kapod a... Parancsolj, te is egy pár mondatot, légy szíves. Papírod. Szeretettel köszöntök mindnyájátokat, akik eljöttek minket megköszönteni. Nagy boldogság, hogy 50 év után még mindig itt állhatok közöttetek, és mindig nagyon jól éreztem magam. És hát nem tudok más mondani, mint hogy hajrá Ferencváros, és hogy továbbra is még sokáig éljünk itt együtt közösen. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Akkor Józsikám, gyere légy szíves. Születésnapod alkalmából téged is nagy szeretettel üdvözlünk, aki minden eseményen ott van, ahova hívjuk, és aki szintén nem egyszer, hanem sokszor még ott voltál a nagy fradi legendákkal együtt, abban a boxban, ami ott volt a fradi pályán, az étteremben, és ami most itt van, ott is lehetsz, itt is lehetsz. Tehát a múltra mindig valaminek kapcsán tudunk emlékezni, annak kapcsán, hogy fantasztikus volt a te szereteted, amit mi átéltünk, és a játékosok felé, amit adtál. Úgyhogy az Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Józsikám, egy pár mondatot. Köszönöm a meghívást. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a ma születésnaposokat. Egyet szeretnék mondani, hogy a Fradiért élni kell, és nem belőle élni. Isten éltesse mindenkit. Ez egy gyönyörű végszó volt, természetesen részedről. És akkor most következik Marton János, ami zenész Janikánk. Te is elérted a háromnegyed századot, és nagyon örülök, hogy minden eseményen itt vagyunk együtt, itt lehetünk, és a jó Isten éltessen sokáig. Szépen köszönöm. Köszönjük szépen, és még egyet azon kívül, hogy ezt az ajándékot kaptad, azon kívül még egy ajándékot szeretnék, bár nincsen jogcímem hozzá, de egyszer már megtettem azt, hogy nyilvánosság előtt bejelentettem, hogy a számomra, így fogalmaztam, a számomra te Kossuth Díjas harmonikás vagy. Mit lehet csinálni ilyenkor, mit tudok még überelni ezen? Létezik olyan, vannak még olyanok, akik kétszeres Kossuth Díjasok, úgyhogy mostantól kezdve az én szememben kétszeres Kossuth Díjas harmonikás volt. És Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Még egyszer. Kétszeres Kossuth Díjas Marton Jani.
és képzeljétek el, hogy ez a névsor után, vagy ezután ide tudtam kerülni a Ferencvárosba. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy egyáltalán ide eljöhettem, mert nekem nagyon nagy megtiszteltetés, és a legnagyobb fájó, hogy még a Szepit rám hozták, mint egy centert. Képzeljétek el, mit kellett viaskodnom. Nem sokat. Köszönöm szépen, és a ünnepet... Várjál! Igen? És a szőke cipőjébe játszottam. Azért tudtál jól rúgni. Még egyet itt az ünnepeltek, ugye itt vannak, még azért egy emlék. Igaz, hogy nem lehet közöttünk, viszont Kibédi Ervinnek a 95. születésnapja lenne a napokban, aki azt énekelte, Jani, te lehet, hogy le tudod játszani, hogy én nem hiszem, hogy normális vagyok. Nem lehet itt, tudjátok, és ennek egy versszaka, az pontosan a Fradiról szól. 20 évesek ti léptek, csak annyit mondhatok. 20 évesnek lenni az csak múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves volna, 75-76. Énekeljetek, nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még paraszkál, nem de néhány korosztály, mint egy nyílik ezer szál a világ. Mert nem csak 20 éveseké a világ. Na 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 na. Isten éltesse sokáig, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy harmadszorra összejött, hogy köszönthessünk téged. Azt kell még tudni, ugye Vépi Péterről, hogy abban a csapatban játszott, ahol nagyon sok legenda volt, de ő a csapatnak egy olyan meghatározó egyénisége volt, aki nélkül talán az a csapat nem tudott volna olyan eredményeket elérni. Egy pár mondatban légy olyan kedves azoknak, akik nem láthattak még, mert kicsik voltak, nem láthattak még téged játszani. Én ugyan nagyon sokat láttalak, sőt, majdnem minden alkalommal, de azoknak meséljél, hogy mi volt a legnagyobb élményed a pályán. Tulajdonképpen nekem olyan szerencsés szituációm volt, hogy két nagy generációval is dolgoztam együtt, és futballozhattam együtt. Az egyik nagy generáció, ugye a Páncsics Miki, a Flóri, Novák Dezső, ez a korosztály volt, és akkor én, mint fiatal srác kerültem oda hozzá közéjük. Nagyon kellemes élmények voltak azok az idők, aztán utána jött egy ilyen saját magam korszaka, ugye az én korosztályom, ez a 49-48-as korosztály. Aztán jött a másik fiatal nagy generáció, ugye Nyilasi, Ebedli, ez a korosztály, és nekem mind a két csapatban standard helyen volt, úgyhogy azok a fiatalokkal is nagyon megértettem magam. Igen, ha úgy nézzük, hogy 11 főből áll egy csapat, annak ellenére, hogy a cserék miatt azért nem mindig 11-en játsszák végig a mérkőzéseket, de ennek a csapatnak akár végig játszottad a 90 perc és hosszabbítást, akár nem, ezt tekintve ebben a csapatban melyik volt a legnagyobb élményed, amit soha nem tudsz elfelejteni? Gondolom az első mérkőzés, amit Csepelen játszottunk, és Kalocsai Géza bácsi tett be a csapatba, úgyhogy nem is számítottam rá. Nagy élmény volt. Sajnos nem nyertünk, csak döntetlen játszottunk, de tulajdonképpen az élmények közül ez marad meg bennem a legjobban. Talán esetleg az kicsit negatívabb emlék a Florinak a búcsú meccse, amikor a vállunkon osztuk le Florit a stadionban az Őrgyepről. Igen, hát ez gondolom óriási élmény lehetett neked, hogy ott lehettél és részese voltál mindennek. Emellett természetesen utána, amikor te is később befejezted a játékos pályafutásodat, akkor a nézők kedvéért mondd el, légy olyan kedves, hogy milyen funkciókat töltöttél be a sportterén. Tulajdonképpen még játékos koromban készültem az edzői szakmára. Elvégeztem a testnevelési egyetemnek a szakedzői szakát, és Danok Jenő
kez alatt lettem tulajdonképpen Fradiba pályaedző, tehát a második edző voltam Ferencvárosba, és azt hiszem abban is szerencsém volt, hogy itt kezdődött a pályafutásom, tehát nem kellett végigjárnom a Szamárdét, tehát egyből Jenő bácsi maga mellé vett, és hát tulajdonképpen tőle tanultam azt, amit edzői pályafutásom során nagyjából végigzongoráztam én is. Voltam vidéken vezetőedző, voltam a Fradi ifi csapatnak az edzője. Nekem mindig jó csapatom volt, olyan szerencsém volt, hogy mindig olyan csapatot tudtam összedni, hogy sikert sikerre halmoztunk, akár ifi, akár felnőtt szinten. És összefoglalva így, azokkal, akik neked példaképeid voltak, és mindazokkal, akikkel tanítványaid voltak, nagyon jó kapcsolatod volt. Most senkit nem szeretnénk megbántani, gondolom te se, én se, de ki volt a legnagyobb példaképed a labdarúgásban? Egyértelműen a Páncsics Miki. Fiatal srácként így mondjam, ő vett minket a szárny alá, a fiatalokat, és hát mentünk utána, mint a kótlos után a kis csirkék. Mikitől nagyon sok mindent emberileg is, meg a labdarúgásban sokat lehetett tanulni, és én igyekeztem meg tanulni mindent tőle. Köszönöm, és akkor most kanyarodjunk tovább, hogy a te általad, mondjuk úgy, hogy tanított, edzett fiatalok közül pedig kire vagy a legbüszkébb, hogy a te tanításaidat, a te tudásodat átvették, azt hiszem, hogy érthető a kérdés. Igen, érthető, ez a probléma, hogy egy embert nem tudok kiemelni. Mert nekem elsődlegesen a ifiből fölkerült játékosok jelentették azt élményt, hogy valamit tudtam tenni a Ferencvárosért, meg a Fradi labdarúgás utánpótlásáért. Egy-két nevet tudok mondani, de teljesen fölsorolni mindent nem tudom. Terek Andris, Hajdú Attila, Szűcs Misi, Vukovics Laci. Ezek mind olyan játékosok voltak, akik később standard tagok voltak a Ferencvárosban és a nagy válogatottban is. Igen, és akiket most elmondtál, ugye amikor a rendszerváltás után Diós Győrben ugye 2-0-ra nyertünk Vukovics Laci két góljával, ugye Nyilasi Tibor volt a vezetőedző, ez azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, és akiket még említettél, a többiek, ők pedig mind a BL-ben játszottak, és a Bajnokok Ligája, azt hiszem, az utóbbi évtizedeknek a legnagyobb sikere Fradi vonatkozásában. Én is így gondolom. Úgyhogy azt hiszem, hogy büszke lehetsz rájuk, és mi büszkék vagyunk rád, hogy mindezt megtetted a Ferencvárosért, és még egyszer Isten értesen sokáig, és nagyon örülök, hogy együtt lehettünk. Most már több kísérlet után, de a születésnapod alkalmából. Ami késik, nem múlik, és köszönöm szépen. Kedves nézőink, repül az idő. Ennek kapcsán vagyunk itt, mert mikor lehet, mindig évfordulókat, születésnapokat ünneplünk. Most egyik ünnepeltünk, a mai nap kedves vendége, Branikovics László, a Ferencvárosi Tornaklub legendája. Mondhatom azért, mert azért, hogy legendája, mert én láttam játszani őt a Népstadionban is, az első mérkőzései között, még az is lehet, hogy az első hivatalos mérkőzéseden is ott voltam, és fantasztikus benyomást keltett a számunkra. Itt most ünnepeljük, és ezzel kapcsolatban azt kérdezem tőled, hogy az első olyan szereplésed, amikor a Fradi nagy legendáival együtt lehettél, milyen érzés volt a számodra és a szívednek? Hát egy ilyen csapatba bekerülni, hát csodálatos érzés volt, csak mindenkitől csak tanulhattam, edzésen, mérkőzéseken, és nagyon boldog voltam, hogy az első mérkőzést a Dihós Györen játszottam, mint a Flór is az első mérkőzést a Dihós Györen a stadionba, és nagy boldogság volt velük játszani. És amellett az is jellemző volt rád, ami kevesekre, hogy gyakorlatilag amikor te vitted a labdát, a súlypontod mindig a labda előtt volt. Legalábbis én így érzékeltem, hát persze lehet, hogy még fiatal fejjel, de ez volt nekem egy nagyon fontos élmény, amit nagyon szerettem, hogyha ha valaki így tudta a labdát vinni. Mi több, a Gyetvai Laci bácsira emlékszel,
és Gyetvai Laci bácsival nagyon sokat néztünk együtt meccset. És mellettem ült, és mondta, hogy hogy kellett volna csinálni, miért így. És Laci bácsinak volt az a mondása, hogy ha valaki kapura lő, és a lövést úgy irányítja, hogy mellé megy, az megbocsátható, mert mindenkinek előfordul. De hogy fölé megy, az nem. Mert abban az esetben, hogyha a súlypontja a labda fölött van, akkor az kizár dolog, hogy a kapufa fölé menjen, a felső kapufa fölé. Nem tudom, hogy te emlékszel erre, és a tevéséd is. Ezekre emlékszem, sőt, hát sok mindenre, mert ugye a leglényegesebb dolog, hogy az ember ismeri a többi csapattársnak a képességeit, és ugye, amiről te beszéltél, egy periférikus látás is van ebbe, hogy a többiek hogy mozognak és merre mozognak. Azokat, őket kell ismerni is ilyen szempontból, hát aztán oda kell tudni rúgni a labdát, a leglényegesebb. És mindig volt benne, van bennem egy ilyen dolog, hogy azt mondták nekem a régi nagyok, hogy a régi Népstadionban volt egy újságíró terasz. És az újságíró teraszon nézték a lent folyó mérkőzést, amin játszott a Puskás. És a újságírók, amikor a Puskásnak a labda, alakult ki egy szituáció, ezt kell tenni, azt kell tenni, amaz kell tenni. Mondtak öt variációt az újságírók. És az öt variáció egyik se jött be, hanem egy hatodik, és abból lett a gól. Tehát kedves nézőink, a Fradi, Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület születésnapi ünnepségén, és akkor most látogassunk el a Grupa Arénába. Kocsis Sándor, a kiváló labdarúgó, kocka 90 éves lenne. Sajnos nem érte meg, azonban rajongói tábora ma is hatalmas. Barcelonából, Spanyolországból, a követségről, Magyarországról, és sok más országból is érkeztek arra az ünnepségre, amelyet a Ferencváros rendezett a Kocsis 90 évfordulón.
lehet, hogy ez nem igazán protokolláris megállapítás, de hát itt azt mondták, hogy Tünde nem csak a sport államtitkára, hanem a sport tündére is. És hát ez egy nagyon nagy esemény volt. Mennyire ismerte ezt a legendát? Fantasztikus, és ahogy az évek mennek, egyre jobban ismerem, hiszen mindig hallhattam, édesapám nagy foci rajongó, és a mai napi kispályás labdarúgóként minden hétvégén ott van a pályán, és én így nőttem fel az aranycsapattal, mindig hallottam a nevüket, mindig láttam, hogy édesapám nagy drukker, és minden meccsen ott volt, és hallottam a legendákat, a meséket, ami körülövezte igazságokkal teli az aranycsapatot. És most, hogy államtitkár vagyok, ugye még közelebb kerülhettem ahhoz a tényleg emlékekhez is, amelyet tényleg mindenkihez át kell adni. Át kell adni azt a példaképet, aki tett Magyarországért, tett azért, hogy ma is futballistáink legyenek, és jöjjenek a fiatalok, és az ő szellemükben nőjenek és nevelkedjenek fel. Nagyon fontos, hogy minden fiatal megismerhesse azt, hogy kik voltak ők, az aranycsapat tagjai, és ki volt Kocsis Sándor, hiszen a mai napon az emlékévét ünnepeljük, mégpedig 90. évét, hogy megszületett, és egy olyan pályafutása volt, és egy olyan életútja, amely mindannyiunk részére példaértékű, hogyha a szakmát nézzük, akkor a mai sportolók, a mai játékosok is megirigylik az ő képességeit. Elhangzott sok beszédben, ugye, hogy mire volt képes, ma is Barcelona tagja lenne, és hogyha lenne egy aranycsapatunk, akkor ténylegesen nagyon-nagyon büszkék lennék most is, amit ugye az 50-es évek, 60-as éveket tovább kell vigyük, és azokat az értékeket, amelyeket ők képviseltek, azt tovább is kell adnunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt a teremben sokan vagyunk, talán mindannyian, akiknek nem kell bemutatni azt a filmet, és a filmnek a rendezőjét, amelyik aki, és amely film most következik. Magyarok a Barcáért címmel elkészült dokumentumfilmet mindannyian, hiszen legalábbis, hogy többségünk, döntő többségünk látva, szerette azokat az élményeket, azokat a pillanatokat, amelyeket visszaidézett ez a film. Engedjék meg, hogy tisztelettel felkonferáljam most ennek a filmnek a rendezőjét. Kérem, hogy néhány szóval vezesse be az alkotását, vezesse fel az alkotását. Egy Kocsis fog Kocsisról beszélni, Kocsis Tibor következik. Én azt gondoltam, hogy ezt a filmet, ezt a történetet a világon mindenhol be kell mutatni, és nagyon boldog vagyok, mert 22 országban mutattuk be, Sankhajtól Rómáig, Milánótól voltunk Azerbajdzsánban, Bakúig, és utána Magyarországon, Dunai Antallal, amikor kísértük a filmet bemutatókon, a filmmel stadionokat, nem tévedés, csarnokokat, mozikat, színházakat töltöttük meg, és beszéltünk, és meséltünk emberségről, szorgalomról, kitartásról, az álmok megvalósításáról, barátságról, és beszéltünk arról, amit mi magyarok tudtunk és tudunk, ami bennünk van. Úgy éreztük, hogy ez fontos átadni. Nagyon fontos volt az, hogy ez a film elkészülhetett. Önök most ebből látnak majd egy 9 perces részletet, ami főleg Kocsisról szól, és aztán látni fogja később egy 3 percet Kocsis legcsodálatosabb VB-gólyairól. Persze a személyes számomra az is hozzátartozik, hogy én az elmúlt 12 évben megváltoztam. Feleségem, aki nem igazán foci rajongó, néha fejemre olvasta, hogy Tibor, amikor én hozzád mentem, te nem szeretted a focit. Most itt ülsz, ugyanúgy kiabálsz, izgulsz, ugyanúgy kinéz meccseket, nézd, leülsz esténként, amikor nagy meccsek vannak. Igen, ez történt. Focizunk kellettem, és talán ez a személyes történet, az én történetem, az egy fontos történet azért, mert akik nem szerették a focit, talán a filmjeimén keresztül, a magyarok a Barcáin keresztül, és talán önök tudják,
hogy készül a nagy Kubala film, amiben szintén fontos szerepe lesz Kocsis Sándornak is. Egy emberi történetet mesélünk el, és ezen keresztül juthatnak úgy, mint én, nagyon sokan közel a sporthoz, a focihoz, a történelmünkhöz, és talán kicsit a magyarságunkhoz. Én nagyon szeretném, hogyha önök közül sokan szintén majd a készülő Kubala film segítői lennének, úgy, ahogy Bartomeu elnök úr nemrégen Barcelonában mondta nekem így kiszólva, és Tibor, folytasd a munkádat, melletted vagyok, és nagyon köszönjük, hogy ezt teszed. Én bízom benne, hogy az a film is majd az önök látókörébe kerül, segítjük, hogy ez a film elkészüljön, és hirdethetjük együtt, hogy mit tudtunk mi, mit tudunk majd, és mi mindennel járultunk hozzá az európai focihoz. Végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy olyan fontos volt nekem, amikor elkészült a Magyarok a Barszági film, hogy a kisfiamnak dedikáltam Barnabásnak. Akkor született, amikor a film készült, mert annyira fontos volt, annyira megérintett ez a történet, és azt gondolom, hogy ez sokat elárul magára a filmről, és gondolom, hogy ugyanilyen szenvedélyt kell készíteni a Kubala filmet is. Nagyon köszönöm, hogy meghallott. Sokak szerint a titok a négy zsenő volt. Puskás, Bozsik, Kocsis és Szigó. Puskás öcsi és Bozsik Tucu még a kispesti grundokról ismerték egymást. A kamasz Szigó és Kocsis a 40-es évek végének legendás stadiában játszott együtt először. Kocka, ahogy Kocsis sem, mint a Ferencvárosi grundokon nevezték, már fiatal srácként úgy fejelt, hogy az idősebb játékosok is szájtátva figyelték. Egész vékony gyerek volt. Őneki volt külön egy labda, egy spárgáló volt, amit ő tréningen 5-10 perc órát mindig följön, mindig följön. Nem volt ember, aki a Kocsissal szemben szálljon fejelésbe. Világhasonlós Kocsis eltalattunk rombunkat. Öt világ és minden pályára előtt a győzetemnek kapható volt ilyen. Örömvámor, mindenki beszél, Puskás, Cibor, és így tovább. Egyetlen játékos van, aki azt mondja, te hagyjál. Szép meccs volt, jó meccs volt, de nem kell kinez. És azt mondja, hogy ő bizony nem beszél. Ilyen volt Kocsis egyébként, visszahúzódó, szerény, önmagától nem volt elragadtató. Megszabadulni a szovjet elnyomástól. A magyar forradalmat leverték. November 4-én a szovjet bankok bevonulásának napján indult el a budapesti bombék csapatát szállító repülőgép Brüsszelbe egy nemzetközi kukoracsra. Brüsszeli mérkőzés után a szabadságharcot leverő hatalom ráparancsolt a honvéd játékosaira, hogy térjenek vissza Magyarországra. Ők azonban úgy döntöttek, hogy nyugaton maradnak, és amíg nem tisztázódik az otthoni helyzet, bemutató meccsekből fogják fenntartani magukat. Egy igazi sportfamília képviseletében vagy itt. Atyád büszke lenne rád, hogy itt egy ilyen ünnepségen itt vagy? Az biztos, hiszen ő ott volt a 7-1-es mérkőzésen a Néhai Népstadionban, és nekem mesélt erről, hogy hát engem ő vitt ki, azért apám vitt ki először futballmeccsre, és hogyha élne, akkor lehet, hogy még egy is passzol volna ide. Te és a családban a Kocsis Sándor neve az mennyire volt ismerős? Tehát mennyire tudtad azt, hiszen ugye külföldön a Barcelonában ment diszidált, meg mindenféle ilyen dolog volt, ami miatt azért nehezen kaptunk hírt róla.
gyerekkoromban olvastam a Surányinak az Arany Csapat című könyvét, és igen, érdekelte az Arany Csapat története, így nyilvánvalóan Kocsisról és Kockáról is sokat hallottam, meg ugye a legendás sztorik, hogy amikor a Hoffinál mondták, hogy van pénz, akkor van pénz másik felületben, igen, akkor gólintott egyet, és ebből lett a gól, volt valamilyen nálam ennél jobban elmondott története a Hoffi Gézának a Kocsisról, de hát persze, nyilván mivel futball szerető volt az én apám, ezért mesélt róla is, meg hát a csapatársairól. Hidegkúti nagyszerű, mit jön a labdát, majd remek szöktetéssel ugratja ki Kocsis. Kocsis ellenállhatatlan róla a kapu felé, és a kapu gyors sarkába rúgja a labdát. Szibor kapja a labdát, aki Bauer előtt ügyes elhárta. Ő is egy húzást kiteszi tovább Kocsisnak. Kocsis mesteri a lekezére a labdát, még egy igazi, és már itt szállhat a Kocsis felé, és egy igazi Kocsis fejez után a balik hálózatásba váltsuk magyarok. Két perc hiányzik a mérkőzés befejezéséhez, amikor mindenki szökteti a jobb szélső helyi futó Cibor, Cibor most ismét ragyogóan játszik. Leadását, Kocsis a hálózat előtt, megszületett a negyedik magyar gól. Újabb magyar gól, meg egy Budainál van alatt, a jobb szélső leállítja, Kuhár rágya befelé, néven gyönyörű fejekbe a kapu bőrsarka felé, és Kocsis fejese múlva a hálózat előtt a harmadik magyar gól. Ez volt már a Foci Sport. Köszönöm megtisztelő figyelmünket. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Azt hiszem archívadásokkal, hiszen zseniális vendégeink voltak itt a stúdióban. Szeretnénk őket visszaidézni. Műsorunk támogatói: Ebel tervezőiroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépgép Kft.